Minden állítása igaz a kormány legújabb kampányának, ezt mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón, az uniós vezetők élesen bírálják. Minden korábbinál nagyobb segítséget kapnak a kis településen élők, nyár végén indulhat a falusi csokk. Hatalmas tűz pusztított Banglades fővárosában, a szűk utcák és a nagyforgalom miatt sok a halott és a súlyos sérült. A 91. Oscarra készülnek Hollywoodban, idén is rengeteg világsztár lép fel, de ezúttal nem lesz a gálának házigazdája. A híradót látják, 12 óra múlt 7 perccel, Rapp Ferenc vagyok, köszöntöm nézőinket. A brüsszeli tervekről szóló kormányzati kampány tartható, pontos és igaz állításokat tartalmaz, jelentette ki Gulyás Gergely a Kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter azután beszélt erről, hogy a kampányt komoly támadás érte az uniós vezetők részéről. A tévéreklámban és a plakátokon a kormány arról tájékoztatja az embereket, hogy Brüsszel továbbra is segíteni a migrációt. Az Európai Bizottság szerint azonban ez nem igaz, ők úgy látják, hogy rengeteget tettek a határvédelem erősítéséért. Gulyás Gergely szerint az európai közéletnek képesnek kell lennie az önkritikára. Az a hirdetés, amely már az utcákon is megjelent, és amely Magyarország határain túl is megtisztelő érdeklődést váltott ki, az minden elemében tartható, pontos és igaz állításokat tartalmaz. Az Európai Bizottságnak, az európai közéletnek és az Európai Néppártnak is képesnek kell lennie az önkritikára. Így reagált Gulyás Gergely a magyar kormány tájékoztatási kampányát ért brüsszeli bírálatokra. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt is hangsúlyozta, hogy senki sem vonhatja kétségbe a Fidesz hűségét az Európai Néppárthoz. Bennünket a lojalitás hiányával vádolni nagyon nehéz, hiszen ezt megelőzte a bizottsági elnök Fidesz-szel szembeni akciója, és a magyar kormánnyal szembeni számtalan olyan vád, amelyet az Európai Parlamentben a bizottság elnöke, vagy éppen a bizottság második embere, aki csodák csodája a szocialisták csúcsjelöltje is az európai parlamenti választásokon fogalmazott meg, és amelyek vagy minden alapot nélkülöztek, vagy valótlan szintben tüntették föl Magyarországot. Az Európai Bizottság az Európában történtekért nem háríthatja el a felelősséget, tette hozzá a miniszter, aki szerint a brüsszeli politika hozzájárult ahhoz, hogy két kulcsfontosságú területen is kudarcot vallott az Európai Unió az elmúlt 5 évben. A migránsokat nem tudta kint tartani, az Egyesült Királyságot pedig nem tudta bent tartani. Brüsszel gyengíteni akarja a tagállamok határvédelmi jogait, és migráns vízummal akarja könnyíteni a bevándorlást. Hétfőn indította el a kormány legújabb tájékoztatási kampányát. Az akció célja felhívni a brüsszeli tervekre a figyelmet. Elsőként a múlt hétvégén az MSZP kongresszusán kampányoló Franz Timmermans bírálta hevesen a magyar kormány akcióját. Az Európai Bizottság alelnöke azt mondta, alaptalan a magyar kormány kampánya, mert az Európai Bizottság az elmúlt években éjjel-nappal a határok megerősítésén dolgozott. Jean-Claude Juncker szerint is valótlanságokat állít a magyar kormány a tájékoztató kampányában. Az Európai Bizottság elnöke szerint a magyar keresztény demokraták nem képviselnek keresztény értékeket, és nincs helyük a néppártban. Orbán ellenem szavazott az Európai Tanácsban. David Cameron volt brit miniszterelnök is, de ő is már eltűnt. A másik, Orbán is így jár majd valamikor, fogalmazott Jean-Claude Juncker. Időközben az Európai Bizottság is indított egy kampányt, amelyben kiemelik, hogy az EU nem gyengíti, hanem erősíti a határvédelmet, és nem tervezik bevezetni a migráns vízumot. Nem mondanak igazat a brüsszeli politikusok, amikor azt állítják, nem ösztönzik a migrációt, mondta Georg Spötle az M1-en. Annyira hazudik Brüsszel, hogy az már hihetetlen, amikor mondja, hogy nem is gondolkoznak azon, ugye, hogy legális csatornákra terelni a migrációt, például migráns vízummal, holott a Libe bizottság már tavaly megszavazta. A Nézőpont intézet elemzője hozzátette, Brüsszelben kampány indult Magyarország ellen. Az unió bevándorláspárti erői minden erejükkel támadják azokat az országokat, akik elutasítják a kvótát és a migrációt. Georg Spötle ezért komoly politikai harcra számít májusig az európai parlamenti választásokig. Egyre nagyobb fenyegetést jelent a terroristák beszivárgása az Unióba. Észak-Macedóniában a múlt héten akadályoztak meg egy terrortámadást, Boszniában pedig 6 terrorgyanús férfit fogtak el a migránsok között. Szijjártó Péter az M1-en arról beszélt, egyértelmű információk vannak arról, hogy zsoldos terroristák százával akarnak visszatérni az Unióba.
Szerdán is tömegesen indultak el a migránsok Belgrádból az ország határai felé. A hivatalos adatok szerint csak a menetrend szerinti buszokra több mint 40-en váltottak jegyet. Síd felé 29-en, Bosznia felé Loznicában 8-an, Szabadka felé pedig 4-en indultak. Mások vonattal, taxival vagy embercsempészekkel próbálkoznak. A jó idő beköszöntével ugyanis megnőtt a határátlépési próbálkozások száma. Ezt bizonyítja az is, hogy a legnagyobb nyomás alatt lévő Bihácson tegnap 1700-ra csökkent a befogadó központban várakozók száma. Ez több százzal kevesebb, mint amennyien néhány napja voltak. Szakértők szerint az, hogy az elmúlt napokban valószínűleg több migránsnak is sikerült átjutnia az Európai Unió határán, mágnesként hathat a most indulókra. Aggodalommal figyeljük azokat az információkat, miszerint Görögország felől több mint 70 ezeren indulhatnak el az Európai Unió felé. Törökországból pedig naponta mintegy 300 fős az utánpótlás, fogalmazott a bosnyák nemzetbiztonsági miniszter. Komoly gondot jelent az is, hogy idén jóval több olyan bevándorló érkezett a Balkánra, aki biztonsági kockázatot jelenthet. A bosnyák hatóságok a napokban több terrorizmussal kapcsolatba hozható migránst is elfogtak Boszniában. Észak-Macedóniában a múlt héten akadályoztak meg egy iszlám állam által tervezett terrortámadást. A szkopjei elhárításnak az utolsó pillanatban sikerült reagálnia. Korábban zsoldosként odaszegődött európai állampolgárságú terroristák most elkezdenek jönni vissza. Egyértelmű információk vannak arról, hogy zsoldos terroristák százával akarnak visszatérni az Unióba. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter az M1-en. Szijjártó Péter arra figyelmeztetett, hogy a migrációt támogató törekvések Európa biztonságát veszélyeztetik, ezért az illegális bevándorlást meg kell állítani. Látszik, hogy a zsoldos terroristák vissza akarnak jönni Európába, európai állampolgárokról lévén szó. Úgyhogy nekünk, ha valamikor, hát most kell megerősíteni a határvédelemre vonatkozó intézkedéseket, hogy nehogy ezek az emberek visszaszivárogjanak, aztán itt kövessenek el terrortámadásokat Európába. Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgató helyettese arra figyelmeztetett, a magát iszlám államnak nevező terrorszervezet kiszorult ugyan Szíriából, de ez nem azt jelenti, hogy a hálózatuk nem aktív. A nyomás igazán csak akkor csökkenhetne, hogyha azok a területek ismét élhetővé válnának, ahonnan a migránsok eredetileg elindultak. Magyarország nagyra becsüli azokat az afrikai országokat, amelyek soha nem tettek azért, hogy Európára bevándorlási nyomás háruljon, és így hozzájáruljanak az európai biztonsághoz. Ezt is a külgazdasági és külügyminiszter mondta, miután a Zöldfoki Köztársaság külügyekért felelős miniszterével tárgyalt Budapesten. Úgy fogalmazott, támogatni kell azokat az országokat, amelyek nem akarnak kibocsátó vagy tranzitországgá válni, és komolyan veszik a határvédelmet. Hozzátette, a Zöldfoki Köztársaság egy ilyen ország. Aki innentől kezdve újabb migrációs hullámok inspirálására törekszik, az nem tesz kevesebbet, mint hogy a zsoldos terroristák Európába történő visszatérését könnyíti meg. Ez egy rendkívül felelőtlen politika. Ezért is becsüljük nagyra az olyan országokat Afrikában, mint a Zöldfoki Köztársaság, amely soha nem tett lépéseket annak érdekében, hogy Európára bevándorlási nyomás háruljon. Megkezdték a civilek elszállítását a kelet-szíriai Baghouzból, az iszlám állam fegyvereseinek utolsó szíriai bástyájából. Helyi hírek szerint több mint egy tucat teherautó hagyta el már is a települést. A kimenekített embereket átmeneti táborban helyezik el. Az Egyesült Államok támogatását bíró szíriai demokratikus erők szóvivője elmondta, azt egyelőre még nem tudni, hogy dzsihadisták is vannak-e az evakuáltak között, de amint a konvoj célba ért, kivizsgálják. Konvojban hagyták el a teherautók a kelet-szíriai Baghouzt, platójukon férfiakkal, nőkkel és gyermekekkel. Az Egyesült Államok támogatását bíró szíriai demokratikus erők több napos próbálkozás után szerdán végül megkezdték a civilek elköltöztetését az iszlám állam fegyvereseinek utolsó bástyájából. A helyieket a várostól északnyugatra lévő átmeneti táborba viszik. Szemtanúk szerint eddig már csak nem 20 teherautó hagyta el a települést. A járművek kedden napnyugta előtt érkeztek a városba. Helyi beszámolók szerint azonban egyiket sem látták még aznap kijönni a közelben állomásozó szövetséges milíciák. Az Egyesült Államok vezette koalíció állítólag két légicsapást is mért a térségre azelőtt, hogy szerdán távozni kezdtek az első teherautók. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa a héten aggodalmát fejezte ki a városban maradt emberekkel kapcsolatban.
Nagyjából 200 család rekedt a még mindig az iszlám állam fennhatósága alatt álló aprócska területen. Sokakat megakadályoznak abban, hogy elhagyják a térséget. Így továbbra is ki vannak téve az amerikai koalíciós erők és szövetségeseik egyre erősödő offenzívájának, mondta a szóvivő, azt is hozzátéve. A főbiztos felszólítja a feleket, hogy biztosítsanak menekülési útvonalat mindazoknak, akik ki akarnak jutni a városból. Azokra pedig, akik úgy döntenek maradnak, a lehető legnagyobb mértékben kell ügyelni. Becslések szerint az elmúlt hetekben csaknem 20 ezeren menekültek el a kurd milíciák által körbezárt településről, köztük a dzsihadisták családjai is. Azok, akiknek sikerült kijutniuk, menekültáborokban húzzák meg magukat, csak úgy, mint az a fiatal nő, aki 15 éves korában két barátnőjével együtt szökött Londonból Szíriába, hogy feleségül menjenek az iszlám állam fegyvereseihez. Shamima Begumot nemrég egy brit napilap riportere kutatta fel és készített vele interjút, amely hatalmas vitát indított el az Egyesült Királyságban. A 19 éves brit állampolgár ugyanis azt nyilatkozta, szívesen hazatérne nemrég született gyermeke miatt. A brit belügyminiszter azonban úgy döntött, megvonja a fiatal nő állampolgárságát. A belügyi tárca erről levélben értesítette a lány családját. A fiatal nő igazságtalannak nevezte a határozatot. A brit belügyminiszter egy lapinterjúban elmondta, a kormánynak dilemmát okoz, hogy mi legyen azokkal a brit állampolgárokkal, akik megpróbálnak hazatérni Szíriából a kalifátus bukása után. A terror elhárítás adatai szerint mintegy 900-an csatlakozhattak az iszlám államhoz. Nem csak London aggasztja a probléma. Nagyjából 5000 nyugat-európai ment Szíriába 2014 óta, és bár negyedik hamar visszatért, több száz európai dzsihadista esett a terror ellenes koalíció erőinek fogságába. Hatalmas tűz pusztított Banglades fővárosában, legalább 78-an életüket vesztették. A lángok egy négyszintes házban csaptak fel, és pillanatok alatt tovább terjedtek. Mivel az épületben vegyi anyagok is voltak, több robbanás is történt. A tűzvész azért követelt ennyi halálos áldozatot, mert a tűz ideje alatt hatalmas dugó volt a környéken, a szűk utcák miatt pedig sokan nem tudtak elmenekülni. Kiégett autók, kormos megégett épületek, hatalmas törmelékhalmok és mindenfelé tűzoltók. Bámészkodók nézik a rettenetes látványt. Dakka óvárosi részében pusztított tűzvész. A halottak és a sérültek száma jóval meghaladja a százat. A lángok éjjel csaptak fel egy négyszintes épületben, ahol a lakások mellett műanyagok tárolására használt raktárhelyiségek is voltak, sőt gyúlékony vegyszerek is. A tűz gyorsan átterjedt a környező épületekre, a gyúlékony anyagok pedig többször is berobbantak. Szemtanúk arról számoltak be, hogy a tűzvész idején közlekedési dugó volt, így a szűk utcán sok embernek szinte esélyesen volt a menekülésre. Két önkéntest láttam, akik irányították a forgalmat, hogy ne legyen olyan nagy a torlódás. Láttam, amint egy hatalmas robbanás volt, és a felcsapó lángok teljesen megsemmisítik az egyik falat. Egy riksán utaztam, a vezetője szerintem nem élte túl a robbanást, mondta egy túlélő. A tűz idején nagy volt a káosz, sokáig nem lehetett tudni, hány áldozatot követeltek a lángok. Még nem tudjuk, hányan lehetnek a romok alatt. Csak ha az egész épületet sikerül átvizsgálni, akkor tudjuk megmondani a pontos számokat, közölte a tűzoltóság vezetője, miközben kollégái még a tüzet oltották. A lángokkal órákon keresztül mintegy 200 tűzoltó küzdött, végül csaknem 9 órába telt, mire sikerült megfékezni. A kórházak előtt tömegek várakoztak, hogy megtudjanak valamit hozzátartozóikról. Mások pedig halottaikat csiratták. A tűzokát a hatóságok egyelőre még vizsgálják. Újabb hangfelvétel került elő a Jobbik frakcióvezető helyetteséről, amelyen ezúttal a romákról beszél sértően. A felvételen Jakab Péter úgy fogalmazott, hogy a roma embereknek elég az a mélyen igénytelen életvitel, ami a segélyekből tartható fenn. Szó szerint azt mondja, hogy idézem, oda piszkítanak a szoba közepére. Az ehhez hasonló hangfelvételek ellenére a hazai baloldal továbbra is összefogna a Jobbikkal, és ebben az európai szocialisták sem akarják meggátolni őket. Ha valaki a padló közepére piszkít, azt mondja, hogy mély igénytelen. Ezekkel a szavakkal jellemezte a Jobbikos Jakab Péter a cigánságot egy a Hír TV által nyilvánosságra hozott felvételen. A politikus arról beszél, hogy a romák többsége a szobába piszkít és fertőzés veszélyt jelent. A jelenlegi segélyezési rendszerből fent tudja tartani a maga mély igénytelen. Mert ha valaki a padló közepére piszkít, azt mondja, hogy mély igénytelen. Lehet, hogy számukra a segélyezésből ez a mély igénytelen életvitel fenntartható, és nekik ez így jó. Nekem nem jó,
Mert én élek fertőzés veszélyben, de lehet, hogy neki az már így jó. Jakab Péter egy másik alkalommal egy rabesete kapcsán a zsidó hitű emberek étkezési szokásain gúnyolódott. Ugyanezen a lakossági fórumon a homoszexuálisokról is kirekesztő hangnemben beszélt. A Jobbik frakció vezető helyettese szerint a rendőrségnek nem kellene aberráltakat kísérgetnie. És a rendőrségnek nem az lesz a feladata, hogy ilyen muziparádékat biztosítson az Andrássy. Jobbóban semmi dolog nincs, hogy ezeket az aberráltakat kell nekik kísérgetni. Nem cigányozik a Jobbik, nem buzizik a Jobbik. Schneider Tamás pártelnök korábban többször hangoztatta, hogy a Jobbik már meghaladta egykori kirekesztő nézeteit. Január elején viszont éppen az ő esküvőjéről került elő egy olyan felvétel, amelyen felesége határozottan előre lendíti a karját. Beszólt, hogy náci bűz van. Én meg leütöttem, hogy büdös zsidó pák. De igazi, egy ilyen kampusolóról. Szávai István decemberben azért mondott le a mandátumáról, mert kiderült, hogy egy zsidó nő megverésével büszkélkedett. Én Bencsik János. Helyére az a Bencsik János érkezett, aki korábban az általa zsidó lobby emblematikus figuráinak nevezett amerikai-izraeli kettős állampolgárokról írt. Hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára? A zsidó származású képviselők listázását Gyöngyösi Márton is szorgalmazta egy 2012-es parlamenti felszólalásában. A Jobbik sosem volt antiszemita, pusztán tudatosan rájátszott a rasszista antiszemita érzésekre. Így írta le most Gyöngyösi Márton a párt korábbi nézeteit és módszereit a Válasz Online-nak. Együtt maradunk, és közösen képviseljük a magyar emberek millióinak érdekeit. A Jobbikról előkerült felvételek ellenére a baloldali pártok már hónapok óta a közös ellenzéki együttműködést hangoztatják. Az összefogással kapcsolatban eddig Brüsszel sem foglalt határozott állást. Bár az európai szocialisták csúcsjelöltje, Frans Timmermans nemrég Magyarországra látogatott, nem mondta ki egyértelműen, hogy ellenzi az MSZP és a Jobbik közeledését. Frakcióvezetőjük tegnap az M1 kérdésére Brüsszelben azt mondta, nem lát szövetséget a két párt között, és nem tudja, milyen együttműködésről lenne szó. Az interjút megelőző sajtóbeszélgetésen viszont tájékozottnak tűnt a Jobbikkal kapcsolatban, mert arról beszélt, hogy szerinte a Jobbik már nem ugyanaz a párt, mint ami régen volt. Amikor viszont interjúban kérdeztük, azt mondta, hogy nem ismeri a részleteket, ki sem ejtette a Jobbik nevét, és támogatta az Orbán kormány elleni ellenzéki összefogást. A magyar emberek továbbra is a legantiszemitább, legrasszistább és legradikálisabb politikai pártnak tartják a Jobbikot, ez derül ki a Nézőpont Intézet közvéleménykutatásából. A felmérés szerint tavaly nyár óta több mint 10%-kal nőtt azok aránya, akik szerint az antiszemitizmus és a rasszizmus leginkább a Jobbikot jellemzi. A Nézőpont megjegyzi, hogy Magyarországon nincs más olyan párt, amely akár csak 10%-os eredményt is elért volna. Hozzáteszik, hogy a közös ellenzéki együttműködési zsákutcás stratégiának tűnik, mivel a baloldal szavazótábora továbbra is rossz véleménnyel van a Jobbikról. A szélsőségek nem elfogadhatók, ugyanakkor ügyek mentén össze kell fogni a Jobbikkal is. Erről beszélt a Liberálisok országgyűlési képviselője a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Annak ellenére mondta ezt Bősz Anett, hogy a liberálisok másik vezetőpolitikusa, Schermer Ádám az elmúlt hetekben többször is leszögezte, semmilyen együttműködést nem tud elképzelni a Jobbikkal. Úgy fogalmazott, nem fogja szemen köpni az értékrendjét. Bősz Anett szerint ugyanakkor van olyan együttműködés, amely politikai törésvonalakon átível. Schermer Ádám azért egy kicsit máshogy fogalmazhat, hiszen ügyek mentén eddig is volt olyan együttműködés, ami politikai törésvonalakon átívelt. Ez minden esetben olyan ügyben történt, amikor a magyar társadalmat egyértelmű kár érte. A kormány a Magyar Falu program keretében döntötte a falusi családi otthon teremtési támogatás szabályairól, és az új konstrukció legkésőbb szeptember 1-én lép életbe, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón azt mondta, a falusi csok az 5000 fő alatti településeket érinti, azokat, ahol a lakosság szám 2003-hoz képest nagyobb mértékben csökkent, mint az országos átlag. Több mint 2000 ilyen település van. Hozzátette, a falusi csokra az általános csokszabályok vonatkoznak, a támogatás pedig használt lakás vásárlására vagy bővítésére, illetve felújítására is felhasználható. Tekintettel a vidéki ingatlanárakra, amelyek ugye nagyon különbözőek, de általában a leszakadó településeken
rendkívül nagy mértékben különböznek a megyei jogú városok, illetve a budapesti áraktól, vagy akár az agglomeráció áraitól, ahol inkább nőtt a lélekszám. Azt mondhatjuk, hogy ez sok esetben akár egy ház megvásárlását és felújítását is teljes egészében segítheti. Tovább emelkedtek a fizetések tavaly decemberben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az átlagkereset több mint 10%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Két számjegyű emelkedés jellemezte a 2018-as év egészét is. A bérek 11,3%-kal nőttek egy év alatt, így a bruttó átlagkereset csak nem 330 ezer forint volt, ami 32 ezer forinttal több, mint 2017-ben. Ennek a hátterében egy komoly gazdasági teljesítmény vált, illetve olyan kormányzati intézkedések, amelyek akár a minimálbér, a garantált bérminimum, vagy a bérajánlás megfogalmazása kapcsán tud segíteni. Említést kell tenni arról is, hogy a szociális hozzájárulási adó pedig folyamatosan csökken, és terveink szerint ebben az évben is lesz csökkenés. Megnyílt az utazás 2019 kiállítás. A turisztikai seregszemlén 30 ország 300 kiállítójának kínálatából válogathatnak a látogatók egészen vasárnapig. Az idei rendezvénysorozat fő témája az aktív kikapcsolódás és a kaland. A 10 vendég pedig Algéria. A kiállítás alatt több szakmai programot is tartanak, amelyek középpontjában a turisztikai fejlesztések, a kiemelt régiók és a sportturizmus áll. Szalai Bobrovnicki Alexandra főpolgármester helyettes azt mondta, Budapest és egész Magyarország turizmusának minőségi ugrására komoly esély mutatkozik. Emögött az a komoly kormányzati és fővárosi erőfeszítés húzódik meg, amelynek részben azt hiszem már ma is látszódó eredményei vannak. Aki hozzánk érkezik turista, elégedetten távozik. Ehhez kell a szakemberek gondos hozzáértése, a szolgáltatások minőségének a folyamatos javítása, és az a várospolitika, amely az elmúlt szűk egy évtizedben Budapestet az egyik legismertebb és legelismertebb desztinációvá tette. Ha lassan is, de javul a levegő minősége az országban, még három városban egészségtelen a levegő a szállópor koncentráció miatt, de a legfrissebb smog térképpel már is itt van meteorológusunk, Molnár Csilla, szervusz, melyek a még érintett városok? Jó napot kívánok, szia! Valóban javul a helyzet, hiszen ma már élénk a szél, ami ezúttal számunkra kedvező, de tény, hogy ettől még olyan túl nagy csodát nem várhatunk, bár a smog térképen is szembetűnő a változás. Továbbra is az északkeleti ország része a legproblémásabb, a legveszélyesebb most a Nyíregyházi levegő, de Debrecenben és Miskolcon is nagyon egészségtelen. A fővárosban, az eddig szintén egészségtelenebb Tatabányán és Pécsen azonban már nem kifogásolható a levegő minősége. Az említett városokban azonban az elmúlt napokban sok helyen a látótávolság csak pár 10 méter volt, így szabad szemmel is érzékelhető a szörnyű helyzet. Egyelőre a három még veszélyes településen nem ajánlott sok időt a szabadban tölteni, ha mégis muszáj kint tartózkodnunk, lehetőleg maszkban tegyük. Ilyen egészségtelen levegő minőség esetén már az egyébként egészséges embereknél is légúti tünetek, köhögés, nehéz légzés, illetve szemirritáció jelentkezhet. Mikorra lesz mindenhol tiszta a levegő? Szerencsére jó híreim is vannak az elborzasztó képsorok után. Ma egy melegfront csapadék rendszere ér el bennünket, így késő délután este fele egyre több felé elered az eső, ami már elkezdi kimosni ezt a smogos levegőt. Holnap pedig egy egészen markáns hidegfront is elér bennünket, hatására az északi szél viharossá fokozódik, és ez az, ami jelentős javulást eredményez, kisöpri a rossz levegőt. Bár az egész országban feltámad a hideg szél, ezúttal örülhetünk a változékonyságnak, de számítanunk kell rá, hogy ez is megterheli a szervezetünket, hiszen viszonylag rövid idő alatt közel 10 fokot esik vissza a hőmérséklet. A hétvégén azonban már a friss levegőt beszippantva élvezhetjük a napsütést, a következő hétre pedig 10 fokos maximumokra is újra számítani lehet. A levegő javulása érdekében azonban egy-két napra vissza kell öltenünk a téli kabátot, de valamit valamiért. Ez így van, viszont várunk vissza akkor a további részletekkel és a friss előrejelzéssel a híradó végén. Köszönjük, Csilla! Tiltott teljesítményfokozó szereket árusító bűnözőket fogtak el a debreceni rendőrök a TEC-kel közösen. 4 városban összesen 11 helyszínen tartottak házkutatást, több mint 10 millió forint értékű hamis doppingszert foglaltak le. A bíróság egy embert letartóztatott, 3-an szabadlábon védekezhetnek.
A terrorelhárítási központ műveleti egységei Szegeden és a Hajdú-Bihar megyei Derecskén fogták el azt a két embert, akik a gyanú szerint az ország több városában rendszeresen árultak tiltott teljesítményfokozó szereket, valamint forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszereket. A debreceni rendőrök Budapesten és Kabán azt a két férfit is elfogták, akik részt vettek az illegális szerek terjesztésében. Négy városban, összesen 11 helyszínen, köztük lakásokban és konditermekben tartottak házkutatást. A nyomozók több mint 10 millió forint értékű illegális doppingszert foglaltak le. A kollégáim a 38 éves berettyújfalúi férfit bűnügyi őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. A Hajdú-Bihar megyei rendőrfőkapitányság a gyanúsítottakkal szemben teljesítményfokozó szerrel visszaélés büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntető eljárás. Az őrizetbe vett berettyújfalú férfit a bíróság letartóztatta. Három társa szabadlábon védekezhet. Ha a bíróság elítéli őket, akár 5 év börtönt is kaphatnak. Átadták az idei Brit Awards zenei díjakat Londonban. A legjobb brit női előadó idén Georgia Smith lett, míg a legjobb brit férfi előadónak járó elismerést George Ezra vehette át. A zenéhez való kiemelkedő hozzájárulásáért Pinket díjazták. A legrangosabb brit zenei gálát 1977 óta rendezik meg. A legtöbb elismerést eddig Robbie Williams tudhatja magáénak. A helyszínen a londoni O2 arénában 12 ezren, a tévéképernyők előtt milliók követték élőben a 39. Brit Awards díjkiosztót. A musical énekesként is népszerű Golden Globe díjas Hugh Jackman volt az est egyik fellépője, aki a díjak átadása között szórakoztatta a közönséget. Idén is 13 kategóriában ítélték oda az elismeréseket. Ezúttal a legjobb brit női előadó Georgia Smith, még a legjobb brit férfi előadó George Ezra lett. Nem múlik el úgy nap, hogy ne gondolnék rá, hogy mennyire szerencsés vagyok, és ez a díj csak habatortán. Nagyon köszönöm, mondta George Ezra. Az est egyik főszereplője a The 1975 nevű együttes volt, akiket egyrészt a legjobb brit zenekarnak választottak. A banda ugyanakkor az év legjobb brit albumának járó díjat is besöpörte. Szintén két elismeréssel lett gazdagabb a Grammy-díjas Calvin Harris is, aki a legjobb brit producernek járó díjat vihette haza. A 34 éves skót lemezlovas és Dua Lipa One Kiss című közös szerzeménye pedig a legjobb brit kislemez lett. Szeretnék köszönetet mondani a közönségnek és mindazoknak, akik segítették, hogy létrejöjjön ez a dal. Emilnek, aki a videóklippet készítette. Szeretnék köszönetet mondani Calvinnek, aki egy abszolút gyilkos és egy legenda. Köszönöm, hogy bevont engem ebbe. Ez az egész nagyon szürreális, micsoda év volt, mondta a 23 éves énekesnő. A zenéhez való kiemelkedő hozzájárulásáért idén Pinket jutalmazták életműdíjjal. A 39 éves amerikai énekes dalszerző első albuma csak nem 20 éve jelent meg. Köszönöm, hogy itt lehetek. Elképesztő 20 év van mögöttem és további 20 előttem, mondta Pink. A legrangosabb brit zenei gálát 1977 óta rendezik meg. A legtöbb díjat eddig Robbie Williams kapta, összesen 13-at. 3 nap múlva tartják a 91. Oscar-díját adót Hollywoodban. Tegnap kigurították a vörös szőnyeget a Dolby Színház előtt Los Angelesben. Az egyik legesélyesebb film idén a mexikói filmrendező Alfonso Cuarón Roma című önéletrajzi ihletésű drámája, amely 10 jelölést is kapott. Ugyancsak 10 kategóriában jelölték Oscar-díjra a görög Yorgos Lanthimos a Kedvenc című alkotását. Az Amerikai Filmakadémia mintegy 8000 tagja adta levoksát a jelöltekre 24 kategóriában. A díjátadón idén is rengeteg világsztár lép majd fel, a rendezvénynek azonban ezúttal rendhagyó módon nem lesz házigazdája.